Hello, sziasztok, úr, itt vagyunk vasárnap este, és egy korábbi vendégünket hívtuk vissza. Nem is tudom, most beszéltünk 3-4-5 éve, már nem is tudom, mikor volt elutána nálunk. Üdvözlöm Bekót a stúdióba. Sziasztok! Gyors kérdés az elején, amit mindig felteszek, milyen zenével készültél most nekünk? Most egy picit minimálabb, dubbibb, atmoszférikus sztorival jöttem. Szuper. Lesz esetleg valami kis saját szerzemény benne most? Még becsúszhat, de na, elsősorban nem azzal készültem most. Oké. Na, kíváncsian várom a szettedet, mielőtt tovább mennénk, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve lájkoljátok be az oldalainkat, és a legfontosabb, hogy kommenteljetek le, hogy tetszik az adás, legyünk interaktívak. Na, kezdjünk, következő 1,5 óra, 2 óra, rád bízom, Bekót hallhatjátok. Let's go!
Nothing is done.
Why waste time?
I'm not trying to
We'll be right back.
Don't.
Na szóval itt vagyunk az adásunknak a végénél. Kájó volt. Most kerestem, hogy valamilyen szép szavat szalonképesen kifejezem magam, de úgy döntöttem, hogy nem fogom. Tök jó volt hallgatni, egy sertapért éltem itt a stúdiba. Egy igazi utazás volt, ahogy említetted, nagyon bejön az a stílus. A legutóbb a reptéren hallottam, hogy hogy zenélsz a Planewatching-on, akkor tök meglepő volt, hogy ott is több groovy zene volt, és kevesebb double zene volt.
És most pedig felváltva a DAB, a tech és kicsit a román vonal is befigyelt. Igen, egy kicsit ilyen... Ezt a három dolgot itt tök szivárvány palett a zenei téren. Azért mondom, hogy kájó volt. Na, te még nagyon-nagyon régen voltál még a fönti stúdiónkban, de már itt a Bogdánin. És akkor nem igazán csináltunk interjúkat, csak zenéltünk, ugye? Hogy jól emlékszem. Így van, igen, igen, akkor nem volt interjú. Most van, készültem egy-két kérdéssel, de semmi nagy megfejtés, meg filozófiai belemenések, csak egy egyszerű néhány kérdés, hogy kicsit jobban megismerjünk, hogy ki van a név mögött. Alapvetően te nagyon-nagyon régóta zenélsz, kicsit mesélj erről a kis pályáról, hogy te mikor csöppentél bele ebbe az elektronikus zenélésben? Hogyan jött az a szeretet, hogy az elzenével foglalkozzál? Hát az, hogy konkrétan foglalkozzak vele, az leginkább akkor a tehető, amikor felkerültem Pestre Egyetemre. Aha. Ez 2015-6. Akkor kezdtem el már így aktívabban írni is, meg beleásni magamat, hogy most mi hogy történik, mit kell tudni, mivel lehet csinálni, hogy lehet csinálni. Hát előtte leginkább csak hallgattam, de az e-zene az mindig benne volt a érdeklődési körbe, szóval attól nem álltam távol, csak nem feltétlenül akartam egy darabig belevásni magam. És aztán akkor is DAB Techno volt az első, ami így először megfogott, vagy volt valami más előzmény? Ami inspiráló volt, az abszolút a DAB Techno volt egyébként, tehát hogy azt nem tudnám, meg nem is akarom letagadni, azért is bármennyire is minimalizált a hangzásvilág mostanában, attól függetlenül mindig ott van mögötte a DAB. Így van. Oké. Én először úgy figyeltem rád föl, hogy analóg cuccokkal, live, kicsit szemplerek is vannak benne, de hogy alapvetően live-ektes énedet hallottam először zenélni. Aztán a DJ szettedet, csinálsz saját számokat is, kicsit mesélj nekünk erről, hogy maga a zeneírás, az így hogyan jött neked, hogy ne csak DJ-skedj, hanem párhuzamosan, mert nem te aztán párhuzamosan a kettőt egyszerre kezdted el. Hát én inkább azt szerettem volna kitalálni, hogy zenét hogyan tudok írni, nem is a DJ-zés része. Hát először elkezdtem az FL Studiót kattintgatni, aztán jött rá az Ableton, aztán jött rá az analóg mánia, most valahol itt a kettő közt próbálom megtalálni az egyensúlyt, aztán tágítani egy picit az ismereteket, meg összedni minél több infót, hogy minél pengébre lehessen csiszolni a technikai tudást. Na, kicsit menjünk a jövőbe. Nyáron elég sok helyen hallottunk téged, és szerintem sok helyen hallottam téged zenélni. Említettük a Playwatchingot, de itt a Flashbackbe is megfordultál, meg Zságerékkel is zenéltél, ugye az is idén volt. Az még tavaly össze volt. Tavaly össze. Igen. Kicsit nekem megvan csúszva ez a klubvezetés, ez nekem így egy egybefüggő életnek tűnik minden nap ugyanaz. Hova tovább? Milyen célokat tűztél most ki magad elé? Adás előtt kicsit beszélgettünk. Ezekről kérek beszélj, hogy merre most az irány, milyen célokat tűztél magad elé ki? Hát igazából szeretném minél inkább bizonyos korlátok között, de mégis úgymond korlátok nélkül írni, megjátszani a zenéket. Ez akár, ahogy a mostani szett, az ívelt stílusokon keresztül is. Aha. Akár, ezekkel szeretnénk most a leginkább az a cél, ami szerintem meg is valósítható, ezek így agyba össze vannak pakolva, hogy például milyen labeleknél szeretném visszalátni, visszahallani a cuccaimat. Egyelőre csak ábrándok, de pont emiatt próbálok ráfeküdni. Igen. Itt a zeneírás részre most még inkább, hogy ezeket meg is lehessen valósítani. Abszolút, abszolút nagyon jó irány, meg én is ezt látom, hogy ezzel a zenével egy szintet lépni, már azzal lehet, hogyha vannak saját nagyon jó kiadások, és akkor megnyílik az út, hogyha elkerülnek a megfelelő csatornákon, akár egy jó DJ keze alá, akkor nagyon-nagyon könnyen lehet egy... De ez kell egy jó minőség, amit te is mondtál, hogy kicsit olyan extrát adni.
ami miatt tényleg egy egyedi stílust, egy jó hangzást, amit elkap a nép, és akkor ez nagyon-nagyon szerethető dolog tud lenni. Oké, záró kérdésem csak annyi lenne, hogy hol találunk téged meg a social-on, ugye van Instad, nem, van SoundCloudod, ahol fönn vannak a zenék, azt ajánlom mindenkinek, mert vannak nagyon-nagyon jó. Oda mondjuk mostanában egyre kevesebb cucc kerül ki pont itt, amiatt is, hogy egyrészt ami kijön, az legyen exkluzív, aztán egy kicsit lehessen előre promózni, de legyen annyira lelőve a poén, de annyit el lehet mondani, például most a Gremánál fog megjelenni majd egy egész tetemes mennyiségű remix album az ő trackjéből, a Delays-ből. Az fog jönni, ha minden igaz, akkor egy hónapon belül. Király. Az egy ilyen egész elcsíphető dolog lesz. Nagyon és lesz nagyon sok, azt hiszem 30 hazai artiszt remixel. Igen, azt pont pár napja posztolta ki. Úgyhogy igen, arra érdemes lesz. Mindenkit van nálunk a telepál Istennek. Szuper, nagyon szépen szeretném neked megköszönni, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Volt, és élveztem, remélem ti is, hogy kicsit kijebb toltuk a műsoridőt. Egyszerűen a jó zenét nem lehet lelőni és abba hagyni, itt is kicsit síró szemmel, de itt van az adásunk vége. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Zárásképpen annyit mondani kell, hogy aki nem tette volna meg, az iratkozzon föl itt a YouTube chattingra, illetve kövessetek be minket a social médiám, alant vannak majd linkek, ahol elértek minket. Valamint szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a vírus közeleg, ezért mindenki kifejezetten vigyázzon saját magára, de legfőképp egymásra, mert együtt szeretnénk még sokáig itt bulizni a kis klubbocskába. Tehát ha tehetek, vegyetek fel a maszkot, és mostok nagyon sokszor kezet. Sziasztok!